A Tatai Zöldszigetkör természetvizsgáló közhasznú egyesület a Bercsényi utca 2 szám alatt nyitotta meg új zöld irodáját. A tagok ebben a helyiségben fogadják az érdeklődőket, itt készülnek a programokra is, és itt zajlik az adminisztráció. Egyben vannak a papírjaink, a tárgyi eszközeink, ez nagyon nagy előrelépés az egyesületünknek, hiszen ilyen még nem volt, és hát egyben stratégiailag is fontos, mert hát valóban egy helyről tudjuk intézni az ügyeinket, és most már itt sokkal nagyobb rálátással, meg hát az őszi szezonban ugye indulnak újra a programok, és talán egyszerűbben le tudjuk vezényelni az összes programunkat. Ősszel ismételten indulnak a szokásos gyalogtúráink a Vértesbe, Gerecsébe, több tradicionális is van már a Liszt András, Vandi bácsi tiszteletbeli elnökünknek a gombatúrája, ami nagyon nagy népszerűségnek örvend, és még ennél is nagyobb program, a Mikovényi Sámuel által él vizitúra, ahonnan az egész országból, sőt, mi több felvidékről, illetve más országokból is jönnek résztvevők, ez október 1. szombatja, illetve a Vértes Erdő ZRT-vel közösen lesz majd egy túránk, ez Tatáról fog indulni, ez egy kerékpáros túra, amelynek a kerékpárokat az egyesületünk biztosítja, és Agostyáni Arborétumba jutunk el, ahol ott pedig egy kis kört tehetünk. Ez mind a két program, ez ingyenes, és a Vértes Erdő ZRT-vel közösen szervezzük. A programokat meghirdetjük az összes médiában, sajtóval, de az egyesületünknek a honlapján, a www.zsk.hu honlapon is fent van, illetve van egy levelező listánk is, ahova jelentkezni kell. Van egy e-mail címünk, ez a zöldszigetkör@gmail.com. A Zöldszigetkör tavasztól őszig többféle kirándulást, így vízi és kerékpártúrát is szervezett, valamint megtartották a nyári természetismereti nomád tábort gyermekek számára. A nyári természetismereti táborunk legfőképpen fiataloknak, általános iskolásoknak volt, tehát ők voltak a résztvevőik is, és akkor mi meg felnőttek a kisegítők. Gyerekek szokás szerint három csoportban dolgoztak legfőképpen, a botanikus, az állattanos és a vizes csoportban. De ezen kívül még madaráztunk, és hát számtalan szakmai programon vettek részt a gyerekek.